A munkaalapú társadalom megteremtése és a középosztály megerősítése a cél a következő időszakban társadalmi felzárkózásra, szociális, oktatási, köznevelési és egészségfejlesztési programokra uniós forrásból egészen 2020-ig mintegy 200 milliárd forint jut. Nyíregyházán jelentette be az emberi erőforrások minisztere, hogy indulnak az EFOP programok. Balogh Zoltán kiemelte, képzésekkel, egyéni fejlesztésekkel, tudásszerzéssel és munkahelyekkel lehet a periférián élőket az elszigetelődésből kiszakítani. A tanoda programok, a Roma Szakkollégium és az útravaló ösztöndíj program jelentős része a hátrányos helyzetben élő romákat fogja támogatni. Mi, hogyha oda küldjük az emberi erőforrást, hogy segítsen nekik, hogy fölébressze bennük a kitörésnek a vágyát, akkor megtanítjuk, hogy ezt hogyan kell megtenni, hogyan kell munkahelyhez jutni, hogyan kell megtartani a munkahelyet, hogyan kell tovább lépni, hogyan kell befejezni egy iskolát, amit nem kezdtek el, több tízezer ember tanult 7.-8. osztály után a mi programjainkba írni, olvasni, mert még az sem sikerült megtanulni az általános iskolába, hogyan kell kitölteni egy kérvényt, hogyan kell eljárni egy hivatalba, mindennek a megtanulásához olyan emberek kellenek, akik ezt valóban, mondjuk így, hogy empátiával, beleérzéssel adják tovább, nem egy csak egyszerűen valami pénzt vagy programot adnak oda, hanem a saját emberi pluszukat, és akkor ebből emberi plusz lesz. És ezt majd azért úgy lehet mérni, hogy többen fognak dolgozni, hogy minőségibb lesz a munka, hogy kiegyensúlyozottabbak lesznek a családok, hogy többen fognak a gyerekek közül tovább tanulni, nem ragadnak bele abba a helyzetbe, ahol a szüleik vannak. A miniszter elmondta, pénzt csak is eredményes és jól bevált programokra nyújtanak. Bejelentette, hogy a 2011-ben elindult keresztény-roma szakkollégiumi hálózat bővülhet a jövőben. Célja az új roma értelmiség kinevelése. A szakkollégiumok uniós fejlesztési forráskerete 1,2 milliárd forint. A bővülésnek két útja van nyilván. Egyrészt az, hogy akik már eddig működtettek, ők többlet létszámot is tudnak alkalmazni. Ugye a pályázatban a 25, illetve a 30 fő szerepel, hogy nagyságrendileg nézzük a minimum követelményeket, de szeretnénk azt, hogyha egyre több szakkollégium alapulhatna, hiszen ez azt is jelenti, hogy egyre több halmozottan hátrányos helyzetű gyerek kerül be a felsőoktatásba. Ezek közül egyre többen érzik úgy, hogy valóban egy közösségben szeretnének folyamatosan tovább tanulni. A 2005-ben elindított útravaló ösztöndíj program elérte célját, hangzott el a tájékoztatón. Több mint 27 ezer diák tanulását segítette eddig. Folytatódik és kiszámíthatóbb lesz a program, mivel mostantól 3 évre írják ki az ösztöndíj pályázatot. Ebben az évben a szaktárca mintegy 150-200 milliárd forintnyi pályázatot hirdet meg, részben felzárkózásra, ifjúságpolitikára, szociális foglalkoztatásra.